A nyitó fordulóban a BKV előre otthonában aratott győzelmet követően a Kaposvárnak szerettek volna visszavágni a tavalyi pályaavatón elszenvedett vereségért a nyíregyházi tekézők. A mérkőzés azonban nem a hazai várakozásoknak megfelelően alakult. Kicsit görcsösen léptünk dobóállásba, függetlenül ettől a Szlovenszki Tibor majdnem 600 fás teljesítménye kimagaslott a mezőnyből, azonban mellett a Mogyorúsi Péternek nem úgy sikerült a játék, ahogy azt elvártuk tőle, így alakulhatott ki, hogy egy-egyre és mínusz két fával még a vendégek álltak egy nagyon picit jobban. Azonban a középső sorban a Szegő Levente Hakker Dezső párosunk nem egy brillírozó játékkal, de mégis fordítani tudva hozták a fontos csapatpontokat, és már csapatfába is 32 fával vezettünk. Így a záró sorra maradt a döntés, az abszolút három esélyes kimenetelő mérkőzésnek az eldöntése. Azonban a Kastura Zsoltnak és jó magamnak nagyon nem úgy ment a játék, ahogy azt szeret volna. Azt lehet mondani, hogy mindketten betlisztünk. A nyíregyháziak végül a kaposváriakhoz hasonlóan három csapatpontot szereztek. A vendégek viszont 64 fával többet értek el a 3179 fáig jutó hazaiaknál. Így 5-3-as győzelemmel távozhattak a stadion Teke csarnokából. Fintáik a következő négy fordulóban az esélytelenek nyugalmával léphetnek dobóállásba. Azt lehet mondani, hogy most a következő négy mérkőzésbe edzeni fogunk majd a sztárcsapatokkal. Sorban menve a Győrhöz látogatunk először, aztán majd jön a Répcelak, utána a Zalaegerszeghez látogatunk, majd legvégül a szegedi világklasszis csapat látogat el majd a nyíregyházi pályára, úgyhogy nekünk ez mindenképpen majd egy kis felkészülési időszaknak kell, hogy legyen, és majd meglátjuk, hogy utána, amikor belelendülünk az igazán fontos meccsekbe, hogy milyen formába tudunk majd kerülni. Két fordulót követően a Szeged és a Répcelak 100%-os a Szuperligában, míg a BKV előre a Vasasszonyfa és a PTMT-je még nem szerzett pontot.